A műszaki rajzokat nagyon gyakran el kell látnunk szövegfeliratokkal, hiszen maga a geometria a számítógépnek szól, ő azzal tud számolni, a feliratok pedig a mérnököknek, a felhasználóknak. Ezért a rajzokat el kell tudnunk látni szövegekkel, feliratokkal. Már most célszerű megjegyeznünk, hogy a szövegek tipikusan olyan rajzelemek, amelyek kezeléséhez mindenféleképpen létre kell hozni egy fóliát. Nem azért, mert enélkül nem lehet dolgozni velük, hanem azért, mert célszerű a szövegeket egy saját fóliára elhelyezni. Legyen ennek a neve az, hogy mondjuk szöveg, a színe pedig sárga. Hozzunk létre egy fóliát rajznéven, ezen fogjuk megrajzolni a rajzelemeket, amelyeket feliratozunk. Két fória, legyen az aktuális a zöld. Oké, lehet látni, hogy valóban a rajzfória az aktív. Rajzoljunk most egy nagyon egyszerű ábrát, ez pedig nem lesz más, mint egy téglalap. Ez az alaprajzunk. Ide szeretnénk elhelyezni szövegfeliratokat. A szövegeket a kezdőlapfül feliratozás paneljánál tudjuk elérni a legkönnyebben. Ha rámegyünk a nagy A betűre, a lefele mutató nyílra klikkelve láthatjuk, hogy kétféle szöveg van. Van a bekezdéses szöveg, ez hasonlít legjobban a Wordhöz és egyéb szövegszerkesztő működéséhez, valamint az egysoros szöveg, amellyel most fogunk megismerkedni. Nagyon sok funkciója van az AutoCAD-nek, amely a szövegekkel és a feliratozásokkal foglalkozik. Egy külön fülön el is érhetőek ezek, talán áttekinthetőbben, de a leggyakrabban használt funkciók a kezdőlapfül feliratozás paneljánál is elérhetőek. Az egysoros szövegnek az utasítása a parancsolban a DS. Most kiadom ezt a parancsolón keresztül, begépelem azt, hogy DS, majd Enter. Azt mondja, hogy adjuk meg a szöveg kezdőpontját, vagy igazít, vagy stílus. Az igazítással és a stílussal egy picit később fogunk megismerkedni. Most ráklikkelek a modelltérre tetszőleges helyére, onnan fog indulni a szövegünk, majd adja meg a magasságát, 2,5 rajzi egység, most legyen ez mondjuk 3,5, hogy egy picit nagyobb legyen. Adjuk meg a szöveg elforgatási szögét, ha vízszintesen akarunk írni, akkor ez 0. Enter. Majd írhatjuk a szöveget. AutoCAD alapismeretek. Üssünk egy Entert, ekkor új sort kezdünk, és ha ide most nem ütünk be karaktert, és ütünk még egy Entert, akkor maga a szöveg rajzparancs le fog zárulni. Láthatjuk, hogy a szöveg rákerült a rajz fóriára, de se baj, áttesszük ezt most a szöveg fóriára. Szövegek létrehozása ilyen egyszerű. Most nézzük meg, hogyha ráklikkelünk, hol jelenik meg egy fogó. Látható, hogy a bal alsó koordináta pozícióba, tehát a befoglaló doboz bal alsó pontjánál jelenik meg a fogópont. Ha beleklikkelek, ezen keresztül tudom arrébb tenni, vagy más rajzelemhez igazítani a szöveget. Na, itt van a lényeg, tehát a fogók attól függően jelennek meg, hogy milyen igazítási módot választunk. Nézzük most ezt meg. Újra kiadom azt, hogy DS, majd igazít. Legyen az első igazítás a felező. Most a fönti egyenes felező pontjára klikkelek, ez lesz a felező. A magasságot elfogadom 3,5-nek, 0 legyen az elforgatási érték, Enter. Jöhet a szöveg, téglalap, rajzelem, Enter, Enter, és kész vagyunk. Ha ráklikkelünk, igaz, hogy megjelenik a bal alsó sarokpontban is a fogó, mert az egy alapértelmezett fogó, de itt van egy másik is, mégpedig a felező fogópont, tehát a rajzelem felező pontjánál jelenik meg. Nem a középpontjánál, ugye az egész téglalap közepénél, hanem az alsó ér felező pontjánál, és szépen így hozzá tudom igazítani a fönti rajzelemhez. Nézzük még meg, hogy milyen lehetőségünk van. Igazít, azt mondja, hogy legyen közép, most középre fogjuk illeszteni,
3,5, 0, téglalap, téglalap, rajzenem, enter. Szembe tűnő a változás, nem az aljához van igazítva, hanem a befoglaló doboz közepe van igazítva a fönti egyenes felező pontjához. Nagy a különbség, célszerű lenne az előbbi állapotot is visszahozni, a gyakorlásként elkészítem még egyszer, hogy jobban össze tudjuk hasonlítani. Így mi? Tehát ez a felező, ez pedig a közép. Itt középen van, itt pedig a felezőpontban van a fogó. Jó. Nézzünk még azért meg egy igazítást, de most grafikusan adom ki, egy soros szöveg, igazít, és ami még talán érdekes, hogy legyen beilleszt, meg kell adnunk a beillesztési távolságot, a szöveg alapvonalának első végpontját, majd a második végpontját, a magasság 3,5, enter, beütöm azt, hogy A, egy nagyon nagy A betűt kapok, mert a beillesztés azt jelenti, hogy a megadott távolságot mindenféleképpen ki kell töltenie a szövegrajzelemnek, és ahogyan írom be a karaktereket, úgy fogja a karakterek szélességét átszámítani az AutoCAD. AutoCAD alapismeretek. Tehát a parancs akkor hasznos, hogyha mindenféleképpen egy adott területet vagy hosszértéket ki kell töltenünk szöveggel. Vagy éppen ennyi hely áll rendelkezésünkre, és oda mindenképpen be kell férni a szövegnek, hiszen mondjuk AutoCAD alapismeretek, oktató videó, és látszik, hogy hogyan szűkülnek a karakterek, és hogyan nőnek, még beírom ide azt, hogy AutoCAD, 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 és még egyszer, hogy még szemléletesebb legyen, most már keskenyednek a karakterek, tehát a beillesztés funkció igazándiból ezt a célt szolgálja. Enterrel pedig le tudjuk zárni a parancsnak a futását. A szövegeket átteszem most a szöveg fóliára. Azért célszerű a szöveg fórián használni, elhelyezni ezeket a rajzelemeket, mert ha szerkesztenünk kell, sokszor útba vannak ezek a szövegelemek, és ha most rámegyünk a szövegfóliára, kikapcsoljuk, akkor eltűnnek, tudunk rajzolni, szerkeszteni, és ha mondjuk ki szeretnénk nyomtatni a rajzunkat, visszakapcsoljuk, és már is megjelennek a szöveg rajzeleme. Az igazítás körülbelül ezt jelenti, célszerű még megnéznünk azt, hogy belemegyünk a DS szövegbe, és azt mondja, hogy adja meg a kezdő pontját a szövegnek, akkor az legyen a bal felső sarokpont. Magasság 3,5, forgassuk most el a szöveget 45 fokkal, és írjuk azt, hogy téglalap rajzelem. Enter. Mindig elfelejtem aktuálissá tenni a szövegfóliát. Így né. Téglalap rajzelem, és lehet látni, hogy elfordult. Most nézzük meg a gyors tulajdonságát ennek az elemnek. Van olyan, hogy fória, ugye most a szövegen van, itt át lehet tenni a rajza, vagy a nullásra, vissza a szövegre. A stílus, na erről egy másik videóban fogok beszélni. Feliratozás, erről is kicsit később, most nem. Igazítás bal, de lehet ez közép, jobb, illesztett, végig lehet próbálni a parancsolban elérhető funkciók működését, mondjuk bal vagy közép. A magasság most átment egyre, de visszaírom 3,5-re, de lehet magasabbra is, mondjuk 16 rajzi egységre, szemléletes a működése, és hát a forgatás, ami 45 fok volt, de lehet 90, és a többi. Amit pedig még nem is mutattam, hogy át lehet írni a szöveget is, hogy téglalap rajzelem, vesző, AutoCAD, ütünk egy entert, és szépen a gyors tulajdonságon keresztül a szövegeket is át tudjuk írni. Röviden ennyit kell tudni az egyszerű szövegekről, célszerű a véleményem szerint ezekkel dolgozni az AutoCAD-be,
mert egyszerűek és nagyon könnyű velük a munka.